Na és hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Megyünk fel a hegyekbe, a baszk hegyekbe, mert van ott egy csodálatos település, de egyébként is ismerkedni fogunk majd egy csomó baszk izével. Hétvége van, és felmegyünk a hegyekbe. Ez tökre tetszik. Ugye? Kéne ebből írni egy dalt. Just living life on the run. I got the wind in my hair. I feel the heat of the sun. Come over here, we gonna block out the noise. I'm living life on the edge. I'm living life for the joy. Na, és meg is jöttünk Elorióba, amiről azt kell tudni, hogy ez egy csodálatos kis hegyi település a hegyek között. Jönnek a zsaruk, ne szállj ki! Jönnek a zsaruk! És lassítanak a zsaruk. És hogy szóval a mesterséges intelligencia nélkül nem kerültünk volna ide. Akik nézik az elejé óta a baszk túrát, azok tudják, hogy időnként a Bingnek a segítségét kérjük, hogy hova menjünk el étterembe, mit próbáljunk ki, és hogy van, hogy jó tanácsot adott, van, hogy teljes hülyeséget, és hát beírtam neki, hogy mutasson már nekem egy elhagyatott, kevéssé ismert kis hegyi falut Baszkföldön, ami csodálatos táj közepén fekszik, és Elóriót határozta meg nekünk, hogy ide érdemes jönnünk, és hát azt már is tudhatjuk erről a kis településről, hogy szelektíven gyűjtik a szemetet, tehát környezettudatosak. Ugyanakkor van egy csodálatos gót temetőjük is, ha minden igaz. És az időjárás jelentésnek is igaza volt, mert azt mondta, hogy mire ide érkezünk, vakító napsütés lesz, és... Lám. Ugye? Te az megmondta, hogy a rendőrrel, amikor fit menekültél. Igen. Itt lelassított, én direkt néztem a rendőrt, és a csajszé rendőr csöszi. Így kinézett, igen, mert látta a mozgást, de mint látta, hogy kamerázza, gondoltam, már nem valószínű, hogy lopni fogsz, de figyelj! Jó, hát ugye az van, hogy mi magyarok olyanok vagyunk, hogyha meglátunk egy rendőrt, akkor elkezdünk gyanúsan viselkedni, ugye, hogy úristen, mit rejthettem, mi lehet nálam, ami miatt letartóztatnak, és az, hogy én földre vetettem magam, az talán beleillik abba a listába, amit össze szoktak állítani arról, hogy hogyan ne viselkedjünk akkor, hogyha rendőrt látunk. Úristen, olyan, mint a zombi apokalipszis lett volna, nem? Tehát sehol senki. Csak mi meg a zsaruk. És a híres nekropolis. Na és hogyha itt vagyunk már a baszk vidéken, akkor muszáj lesz néhány szót ejtenünk az etáról is, ami azt jelenti, hogy Euskati ta askatasuna, mármint hogy egy olyan mozaik szó, ami ezekből a szavakból áll össze, és körülbelül azt jelenti, hogy Baszkföld és szabadság, de erről csak csődben lehet itt beszélni. És bár az európai indítatású terrorizmus az mostanára többé-kevésbé teljes egészében eltűnt, akik ilyen 30-40 évesek, azok még emlékezhetnek arra, hogy a gyerekkorunkban bizony robbangattak a baszkok is, meg robbangattak az írek is, nyilván nem ugyanott, hanem az írek azok inkább Angliában, a baszkok pedig főleg Spanyolországon, és hát ennek a történelmi kontextusa az 1958-ban indul, mert hogy az ETA az akkor alapult, és már akkor is az volt a célja, hogy kivívja Baszkföld függetlenségét Spanyolországtól, ám akkor még nem terrorszervezetként működött, hanem egyszerű politikai szervezetként, aztán radikalizálódott, meg mindenféle frakciókra szakadt, és végül lett belőle egy szeparatista terrorszervezet, ami rendkívül sok robbantást hajtott végre spanyol területen, spanyolok ellen, tehát hogy összességében körülbelül 800 ember halt meg, több ezeren megsérültek, több tucat embert elraboltak, de hát nem tudom, hogy lehet-e itt mentegetni bárkit, de minden esetre azért fókuszáltak arra, hogy ne a civil lakosságot terrorizálják, hanem hogy politikai vezetőket, katonai vezetőket, rendőrvezetőket tartsanak valamilyen módon terrorban, és ez nem mentesíti őket, de azért az egy másik Spanyolország volt, szóval az még a Franco Spanyolországa volt, ami amúgy is egy diktatúraként működött, és hát sok kegyetlenséget hajtottak végre, minden esetre a leghíresebb talán mindközül az volt, amikor sikerült felrobbantaniuk 1973-ban az akkori spanyol miniszterelnököt, aki épp jött a templomból. Egyébként az ETA-nak még jelenleg is körülbelül 400 tagja ül börtönökben Spanyolország és Franciaország különböző részein, és ezért is láthatjuk helyütt azt a feliratot, hogy baszk börtönökbe baszk terroristákat, szóval ez azt jelenti, hogy ezeket a fogvatartottakat, ezeket hozzák ide Baszkföldre, és itt tartsák inkább őket fogva. És magára a szervezetről azt kell tudni, hogy 2010-ben hirdette meg az utolsó máig érvényes fegyverszünetét, 2011-ben bejelentették, hogy akkor ők felhagynak a terrorizmussal és a fegyveres ellenállással, és 2018-ban pedig teljes egészében feloszlatta magát az ETA, mert hogy elmúlt iránta az érdeklődés. Egyrészt egy másik korban élünk, amikor már nem annyira szalonképes az, aki másokat robbangat fel,
másrészt pedig azért, mert bár Baszkföld nem teljesen független, komoly autonómiát élve Spanyolországon belül, ráadásul, hogyha az emberek baromi jólétben élnek, és itt pontosan ez történik, köszönhetően annak, hogy nagyon-nagyon sokat fektettek az oktatásba, meg a kutatásfejlesztésbe, akkor már annyira nem fontos olyan kérdésekkel foglalkozni, hogy mennyire is önálló államot képeznek ők, ha egyszer ők élnek a legjobban. Szóval, hogy a függetlenségi hangok azok újra és újra feltámadnak, de most már nincs annyira fókuszban ahhoz képest, mint hogy mennyire jól élünk, és mennyire jól szórakozunk, és mennyire jól érezzük magunkat a bőrünkben, ami valójában a végső cél, és itt ezt elég jól sikerült megvalósítani. Nagyon-nagyon békés. Nem érzed azt, hogy a pózusod így lemegy, és néha kihagy a szíved? Mármint, hogy ugye egy kicsit meg is halsz. De érzem, de ugye ez a vezetési stílusod utóhatása miatt van most, úgyhogy igaz. Szerint. Meg hogy nézzek utána ennek annak, miközben fekvő rendőrök hajtasz át, amiket az utolsó másodpercben észreveszel satúfékkel, majd utána úgy gyorsítasz ki belőle, hogy azt sem tudtam, hol van a feje. Úgyhogy... De úgy érzem, mintha mindjárt megáll a szíve. Nem egy ilyen végtelen béke honolet álljon, amióta nem robbantanak fel itt semmit. Egyébként, ami miatt még érdemes ide eljönni erre a környékre, az nem is feltétlenül maga a város, bár itt is csodálatos dolgok vannak. Barokk paloták, 15. 16. századi csodálatos épületek, amiből mindjárt meg is nézünk néhányat, hanem a környék, mert hogy van itt egy kis patak, és a patak mentén csodálatos, rikító zöld túraútvonalak vannak. Láttunk is egy csomó túrázót a városba befelé jövet, akik bandukoltak fel a hegyekre, mint valami hobbitok. Mi ezt nem fogjuk megtenni, mi más irányba fogunk majd orientálódni, de aki Baszkföldön akar kirándulni, annak ez a település egy kiváló kiindulási pont. Voltál már baszk misén? Igazából az a kérdés, hogy spanyolul mondják ki, vagy baszkul. Ez nagyon gyorsan ki fog derülni, mert a két nyelvnek semmi köze nincs egymáshoz. Sehol senki, nincs itt senki. Csak az orgonista mögöttem szerintem. Elorihoi kántorjátékáról csak a legjobb szavakkal tudok megemlékezni, és az odalhajóban található mozaik elé helyezett indiai elefánt szoborcsoport pedig azt mutatja meg remekül, hogy micsoda fantáziája van itt a helyieknek. Ha nem durva dolgok történtek oda bent veled, mi történt idekint? Velem az, hogy beszerveztek valamivel? Egy robbantásban forradtam, hogy ilyesmiben nem veszek részt. Egyébként ez az első olyan hely Baszkföldön, ahol elmegy mellettünk néhány ember, és azok baszkul beszélgetnek egymással. Hallottad ugye, hogy nem spanyolul diskurálnak az emberek, hanem baszkul. És egy ilyen kétnyelvű országnak az érdekessége, vagy legalábbis országrésznek, hogy ugye általában a történelmi nevezetességek mindenhol ki vannak írva a helyi nyelven, meg angolul, hogy a külföldiek is megértsék, de itt ki van írva a helyi nyelven és spanyolul, szóval hogy itt aztán végképp elveszett mindenki, aki nem beszéli a kettőből legalább az egyiket. De mondjuk ugye baszkot azt elvileg sokan beszélnek. Ja, nem csak sok a baszk Dél-Amerikában, ezt az első adásban mondtuk el, hogy bár itt Baszkföldön csak 2 millió baszk él, világszerte 10-valahány millióan. Javarészük Dél-Amerikában ugye, és azért látsz itt dél-amerikaiakat, mert hogy nekik baszk az identitásuk, és ide költöztek. Igen. Mert hogy nem jött be nekik az, amit mondjuk Argentinában tapasztaltak. Che Guevara is, hát mindenhova elkóricált. Nem írta a stresszt. Bontozta a rendet. Így van. Kis patak. Kis patak. A hűsvízű kis patak. Ennyi Rebecca. Az egy másik dal. Ja. Az egy másik sláger. Ez úgy folytatódik, hogy kis patak. Kis agresszív patak. A hűsvízű kis patak. Agresszív patak. Ha erre jönnek a kis kutyák, a kis házi kedvencek, és itt végzik a dolgukat, akkor ha is meg akarod kérdezni, akkor erre kakál-e a kutyád?
Ja, igen, ezt a többiek nem értik, de akkor most elmondanám, felvett, hogy neked felvetted. Igen, tehát hogy igen. A Robi nagyon boldog, amióta megtalált, hogy az egyik utcát úgy hívják, hogy erre kakál le. És nézzétek csak, itt van a település, és nem kellett sokat sétálnunk, hogy ilyen csodálatos természeti környezetben találjuk magunkat. Ahol juhok legelésznek, meg mindenféle állatok bóklásznak, kis veteményes kert van. Gyönyörű az egész. És Baszkföld távolról ugyan meg csak kicsit, de tényleg olyan, mint hogyha fogták volna Svájcot, vagy valamilyen alpesi országot, mondjuk Ausztriát, és ráborították volna az óceánpart környékén. Hiszen ez a dús zöld táj, ez tiszta Ausztria mondjuk, hát az óceán az meg nem annyira Ausztria. És itt megvan mind a kettő együtt, egymástól 10 percnyi távolságra. Galagonya. Elorio a galagonyának a vörös gyümölcsét jelenti. Erről nevezték el ezt a települést. És amit még megállapítottunk Robival miközben, Galagonya utcáin sétálgattunk, hogy milyen jó szituáltak itt az emberek. Szóval, hogy van egy hosszú lista arról, hogy mik a legjelentősebb baszk települések, utána jönnek a középszerűek, majd ezután jönnek a teljesen jelentéktelnek, és még erre a listára se félt rá Elorio, és ehhez képest nem azt látjuk, hogy itt az emberek egyik napra a másikra élve próbálják kihúzni valahogy, hanem hogy jól érzik magukat, hogy gyönyörűen fel van a költözve, a hétvége az egy közös program, és azért ez egy kis település, szóval, hogy ne Győr, Szegedhez, Debrecenhez, Miskolchoz, Pécshez, vagy kit hagytam ki, vagy Budapesthez, vagy bárki máshoz hasonlítsuk, hanem ez egy vidéki jelentéktelen, bár nagyon szép kis település, aminek a leghíresebb része a nekropolisz, ahol ugye halottak vannak, tehát hogy a legkevésbé sem az aktualitásról szól, és nagyon szépen élnek itt az emberek. Nem mondom, hogy tártkarokkal fogadnak minket, a nekropolis zárva van. De hát hogy lehetne valamit bezárni, ami évszázadok óta a közé? Most csak azért, mert ide raknak egy kerítést, látszik, hogy más se veszi ezt komolyan. Minden esetre a parkolóhely, mint olyan, az hát, hiányos, szóval, hogy az út készül a parkolóhelyekhez, de miután ma úgy sincs munkanap, simán beálltunk a bejárathoz. Á, ott vannak a kövek. Azt a mindenit, ez az. Nagyon jó. És van bejárat is, látod? Ezt nekünk tartogatták. Hogy ez egy ilyen ősi rész. Ősi. Hát ez igazából 800-tól fogadta a halottakat. Szívélyesen. És tette ezt 1200-ig. Szóval körülbelül 500 éven keresztül szolgált temetőként. Ez a gótikus sírkövekben dúskáló temető, ami sokat elárult a régészeknek a baszk kultúráról. Hogyan éltek a baszkok akkoriban? Hogyan temetkeztek? Mit gondoltak a halál utáni életről? És úgy általában önmagukról, és önmaguknak a világban betöltött helyre, szerintem már tovább cifrázni. Mindenesetre izgi helyszín, még így is, hogy le van zárva, lehet, hogy így kicsivel még izgalmasabb az egész, de nagyon-nagyon szép itt. És a környezet az meg, ahogy egész Baszkföldön lélegzetelállító. Na és most, hogy megnézzük ezt a temetőt, nincs más dolgunk, mint hogy megismerjük a leghíresebb baszk sportot, a pelotát, amivel kapcsolatban sokan tehetitek fel a kérdést, hogy ez mégis mi a fene, de akik látták, az különben újra dübejövünket, hogy mi annak a címe, és abban emlékeznek Ramon Serrano-ra, akivé átvedlett Bud Spencer, hogy egy ilyen kosár alakú izével labdákat csapkodjon a falhoz, az már tudja, hogy miről beszélek, úgyhogy húzunk vissza Bilbaóba, mert hogy sikerült jegyet vennem méghozzá az első sorba, méghozzá erre a csodálatos játékra, amivel mi is most fogunk megismerkedni, és fogalmunk sincsen, hogy mire számíthatunk, de minden esetre egy pelota meccsre fogunk menni, aztán vagy beengednek kamerával, vagy nem. A probléma az, hogy megérkeztünk ugyan, de mi érkeztünk tök utoljára, hiszen egy órája tart a meccs, ami azt jelenti, hogy foglalt az összes parkolóhely a sportcsarnokban, és a sportcsarnok körüli összes parkolóházban foglalt az összes hely, és az utcán is foglalt minden parkolóhely. Úgyhogy bár itt vagyunk, és megnéznénk, nagyon-nagyon szeretném megnézni a pelotát, ezek most érkeztek, vagy ezek most érkeztek. Uh-huh. Szóval nagyon szeretném megnézni ezt a meccset, de nem tudjuk, mert nem tudunk leállni a környéken. Nem, de figyelj, akkor csináljuk azt, hogy én kiugrok, átmegyek hozzád, és te berohansz. Mert mégiscsak te tudod végig kommentálni az egészet, bemész, és én meg itt kerengülök. És jössz utánam, vagy mi? Hát nem, mert ugye a maradék fél órát felveszed egyedül, aztán jössz ki. De nem, neked is be kell jönnöd. De vagy az, hogy te mész be, és látsz valamit, vagy nem megy be egyikünk sem. Én azt értem, csak én most bemegyek, te meg gyere utánam, amint leparkoltál.
Mert lehet, hogy 2 perc múlva leparkolsz. Ja, az lehet. Figyelj, átküldöm neked egyet, ha bent vagyok. Ja, ez elektronika? Aha. Na hát az van, hogy általában, ha ilyen szituációba kerülünk, hogy nem tudunk leállni, akkor Robi megy előre, én meg várakozok rá, mert hogy vágóképeket kell készíteni ezeken a helyeken, és abban a jobb. Ilyen volt például San Franciscóban a Golden Gate hídnál, meg Los Angelesben is volt ilyen az Observatorinál, de most én próbálok bejutni, és hát nyilvánvalóan ilyen kamerát nem lehet bevinni, úgyhogy ezt most megpróbálom szétszerelni és eldugni. Pilotáról azt kell tudni, hogy szóval, hogy baszkul pilota a pelota, hogy ez tulajdonképpen a fallabda őse, és hogyha nézzük, hogy hogyan játszanak, akkor ez nem is annyira meglepő, hiszen láthatjuk, hogy nagyon hasonló módon űzik ezt a sportot, mint a fallabdát, és hát a legősibb labdajátékok közé tartozik, elvileg egyébként Mexikóban is megtalálták már nyomát a pilotának, vagy annak egy-egy, hát nem azt mondom, hogy leszármazottjának, mert hogy az külön alakult ki a baszki játéktól. De a lényeg az, hogy sok helyen megtalálható, és hát mi nyilvánvalóan leginkább a Bud Spencer filmből ismerhetjük ezt a sportot. Az azonban nem egy ilyen pályán játszódott, hanem egy ennél nagyobban. Ezek az urak itt fogadásokat kötnek. Majd mindjárt elmondom, hogy ők mit csinálnak, csak várjuk, hogy egy kicsit csöndesebbek legyünk. Szóval, hogy ennek a játéknak 3 fő változata is van. Van a 30 méteres pályán játszható, a 36 méteres, meg az 50-valahány méteresen. És amit a Bud Spencer filmben láttunk, amiben ilyen nagy kosár van az emberek kezén, és azzal hajítják a labdát, az a legnagyobb pályán játszható, és Floridában elsősorban az az ismert. Itt Baszkföldön mindegyiket játsszák, de inkább ezt a kisebb pályás, és ez egy komoly meccs. Szóval nem akárhova jöttünk, hanem konkrétan ez valami középdöntő, ahol igazi baszk héroszok feszülnek egymásnak, és történik valami. És a játék lényege, hogy a labdát úgy kell a legtávolabbi főfalra ütni, hogy az ellenfél játékosa ne tudja azt visszaütni. Szóval úgy kell a labdát a főfalra ütni, hogy az ellenfél játékosa ne tudja azt visszajutni. A szabály az, hogy először a főfalra kell menni a labdának, aztán utána pattalhat a mellékfalra, de a földre csak egyszer érhet le, és utána már vissza is kell tudni ütni. És az a helyzet, hogy itt van ez a csomó öltönyös figura, akitől nem tudom normálisan felvenni a meccset. Na náluk meg fogadásokat lehet kötni, és nem tudom pontosan a módszert, ezt a nagyon szimpatikus közvetítő DJ srácot kérdezgettem itt mellettem. Mondta, hogy fogadásban ő sincs annyira otthon, úgyhogy annyit tud, hogy azért viszonylag nagy tétekben lehet csak fogadni, sőt, maguk a bírák, a fogadóbírók mondják be, hogy mi az összeg, amiért lehet fogadni, és aztán ha fogadtál és nyertél, akkor egy labdába rakják bele a nyereményedet, és dobják oda neked a tömegbe. Give the money inside. How? Back to the really? To the so you got the paper? Yeah. And they take inside the money the inside the ball. Yeah. Egyébként a labdáról annyit kell tudni, hogy kőkemény, csak valamiféle izébe be van csomagolva, hogy mégse zúzza szét mindenkinek a kezét, amikor hozzáér, de hogy azért van egy ilyen kemény csattanó hangja, mert hogy ez egy baromi nehéz, kemény labda, és hát ennek a sportnak az 56 méteres verziójában, amit Bud Spencer is űzött, abban ezt a labdát olyan 2-300 km per órás sebességet tudják megküldeni. Szóval az egy ilyen 125-140 gram súlyú labda, és ott a világrekordot 302 km per órával állították. És jó itt a hangulat. És nagyon kedvesek, mert a világ összes stadionjából rég kiküldtek volna már egy bazi nagy kamerával és egy puska mikrofonnal. Itt viszont a kutyát nem érdekli, hogy egy profi sporteseményt rögzítek. De a srác itt mellettem elmondta, hogy ne felejtsem, Baszkföldön vagyok, és ez egy baszk sport, és ezt mindenképp hangsúlyozzam ki. Úgyhogy a pilota az baszk. Ott ülünk, ahol Jack Nicholson. Ugye? Csak egy másik kontinensen és egy másik sportágot nézünk. De ez Jack Nicholson, és ez is jó a pelotában, hogy az első sorért nem kell ilyen
Hát jó, sokat fizettünk, kb. 20 000 forint ide a jegy, de hát egyszer jöttünk el, és akkor gondoltuk, hogy nézzük már jó helyről, szóval nagyon-nagyon drága. A kékek jönnek fel nagyon durván. És azt gondolom, hogy a helyiek a kékeknek szurkolnak, mert hangosabban tartsanak akkor, amikor ők nyernek, mint amikor nem. Szóval, hogy Amerikában az NBA-ben az elsősorban ugyanannyiba kerülne a jegy, mint itt, csak nem forintban, hanem dollárban. És a labda súlya nagyjából 100 gram. És ami megdöbbentő az az, hogy a srácok kézzel ütik. Szóval ugyan a kezük be van tekerve valami védőréteggel, de nem egy ütő van a kezükben. Vagy nem egy kézre formált ütő, hanem konkrétan a kezükkel ütik el ezt a labdát úgy, hogy a sebessége az eléri a 120-140 km per órát is. És nem tudom, hogy jót tesz ez az üzületeket. Tudom, hogy jót teszi az izületeknek, de a srácok nagyon keményen tolják, és nem csökken a lelkesedésük, és még mindig nem dőlt el, hogy ki fog nyerni. Nyilvánvalóan a pirosak jobban állnak, de a kékek nyomtak néha olyan feltámadást, hogy még akár meg is nyerhetik. Hát nekik 10-et kéne még nyomniuk, a pirosoknak már csak 5-öt. Kétszer jobban kell mostantól kezdve teljesíteniük a kékeknek, mint a pirosoknak, hogy nyerjenek, de én bízom bennük, én ilyen ellendrukker vagyok, mindig annak szurkol, hogy szarabul áll, és valahogy ők szenvedélyesebben játszanak. Pirosak egyik játékos az nem tudja folytatni a játékot. Oké, szóval dráma van a piros csapatból. Tolossa nem tudja folytatni a játékot. Görcsbe állt a lába vagy valami ilyes. Nem tudott a labda után futni, és most levezették a pályáról, és hát látszik az itt részvevő arcán, hogy ez nem egy mindennapi helyzet. Talán próbálják kimasszírozni, de mit lehet ilyenkor csinálni? De kimasszírozzák, nem? Próbálják kimasszírozni, de lehet, hogy a kékek úgy nyernek, hogy pont hátrányban vannak. Micsoda izgalmak! Mert talált a labda a lápújhegyen, ez iszonyú kemény. Nem azt mondom, hogy biliárd golyó, de hogy iszonyú súlya van. Hát figyelj, meg a tenisz között. Ez nem egy teniszlabda volt, ez egy erőteljesen nehezebb valami. Itt egy labda, itt van. Oda. Volt egy labda a kezemben! Grácia. Azt mondta, hogy muy bueno. Jól tudok dobni. Jól dobtam így. A drámai események, drámai előre nem látható események végül. A piros csapat kénytelen volt feladni a küzdelmet 19-16-nál. Mindössze 3 ütésnyire, vagy gólnyira, vagy mire voltak a győzelemtől. De akkor ilyenkor most mi van? Az nyert, aki vezetett, vagy az nyert, aki talpon maradt? Szerintem az veszített, úgyhogy az nyert, aki talpon. Hát különben érted, 1-0 vezet, és jaj, fáj a lábam, nem tudom folytatni. Jó volt, és egyébként a közönség is nagyon-nagyon helyes volt, mert baromira megtapsolták azt a játékost, aki nem tudja folytani. Nem az volt, hogy rohadjál meg mocsokod anyát, hanem igen, hogy taps, álló taps. We are now going with the third one, with third match, but this one is finished. Okay. The stellar one, the important one has been this, so it's finished. So they win the other ones, the blue ones. The important match was this one. Oh, how important was this? Because is that how do you say they are going to the final, one more match, the final. Okay, when we in Bilbao? No, in Pamplona, in Iruña. Hello! Hostia, Harry, Harry! Na hát, amit tudunk javasolni, megcsapta az orrodat, a boldogság, baszk szaga. Szóval, hogy hát amit tudunk nektek javasolni azok után, hogy ugye voltunk például az Egyesült Államokban, San Diego-ban egy rodeón, az de jó meg Dórában néztünk baseballt New Yorkban. Az is de jó volt.
most meg eljöttünk erre a pelóta meccsre, hogy érdemes eljönni és megnézni valami olyan sportot, amit csak a helyiek játszanak, mert hogy ott aztán igazán át tudjuk érezni, hogy milyen a helyi kultúra, a helyiek miért rajonganak, és hogy hogyan viselkednek válsághelyzetben. Figyeljetek arra, ez az adás, ez ennyi. Tudjátok, a videó alatt ott van a Hello utazónak a linkje, akikkel biztosítást lehet kötni, és a külföldre jöttök, mindenképpen érdemes biztosítást kötni. A Hello utazóval meg azért érdemes, mert egyrészt az egészet meg tudjátok tenni online, szóval elég egy alkalmazásba bemennetek, vagy az appot használnotok, ráadásul tök jók a biztosítási díjak, ráadásul, hogyha káresemény nélkül ért véget a nyaralás, akkor ennek a tök jó biztosítási díjnak is visszajár a fele. Mi lezárjuk a mai baszkföldi blokkunkat itt, de ezzel még nincsen vége a baszkföldi túránknak, mert jövünk vissza újabb érdekes izgalmakkal. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ja, azt nem mondtuk el, hogy a videó alatt van a Hello utazóhoz egy kedvezményes link. Hol kötitek meg a biztosítást? 10% kedvezmény! Wow! Sziasztok!